Szevasztok, srácok, hello mindenkinek. Itt vagyunk a karácsonyi podcastban. Nagyon-nagyon boldog karácsonyt fogunk kívánni. Utolsó streams. Ez most itt, karácsony előtt. És ez egy nagyon speciálba megyen. Mert itt van velünk a Jobbik gyöngye, az igazi kampóorrú Terminátor Antal. Szia, Antal. Sziasztok. Itt van velünk a szegedi análpápa Kodi. Hello. És itt van velünk a miskolci, budapesti dezertőr Jokers. Hello. Szia. Szevasztok, hello. Jó napot kívánok mindenkinek. Csá. Szaloncukor van, megszorítások vannak arra, nem telett, papírja is szét van szórva, hogy hátha marad benne még valami. Na, hát Anti, mi a helyzet veled? Jó vagyok, köszönöm szépen, jó itt lenni újra. Elég is volt, sziasztok! Mi van veled? Lóg a beled? Jó vagyok. Jól van. Kodi nem veled? Nem tudnék semmi. Én is jól vagyok. A szaloncukorra visszatérve egyébként azért nincsen szaloncukor, mert mostában mindenkitől megkapjuk, hogy el vagyunk egy kicsit. Kanászosodva. Igen, tereményesedve, és ezért nincs szaloncukor. Figyeljetek ide, most kedveskedek nektek valamivel. Jokert először megkérdezik, hogy veled mi van, Joker? Nagyon jó, minden, köszönöm szépen. Joker egyébként egyre messzebb költözik, tehát hamarosan egy kedden el kell indulni, hogy szerdára ideérjen. Nagyjából ezek, vedd már, ott van csoki. Van egy szívecskés, szeretetes csoki. De ez Mikulásos. Mikulásos is van. Megmaradt a Mikulásból? Tessék. Jaj, köszönöm. Figyelj ide, hogyha megeszed, vagy főthöz baszod, akkor főveri a metlakit. Tessék, Kondi papa. Neked mi van rajta? Kicsit reménykedtem, hogy nem vasztogatod el csokiaimat. Tessék. Ja, hogy te ezt dugiba eszed? Hogy ne, bazd meg. Ez le van neked itt rakakod, mikor leesik a cukor, akkor gyorsan bekapsz egy korongot, mi? Az a baj, hogy megszokásban nyelv alá teszi a diszkós korszakot. Az alig fér be a szájába, bazd meg. Na. Szevasztok, hello. Aja. Csá mindenkinek, szevasztok, szevasztok. Kodi, mint egy jól lakott tobodás. Egyébként nem. Na, az meg. Erre beszélek, látjátok? A vegzálásról. Mindig sír itt a raktárban, podcast után, hogy nézzük kommenteket. Mi keres, bezárod, vagy mi? Igen. Azt kéne. Doggy Anti is itt van, igen. Na, hát ez egy karácsonyi kiadás, szóval itt veletek fogunk beszélgetni, illetve egymással, hogy például, nem tudom, hogy lehet ezt jól elmesélni, de majd mindjárt, hogy mi volt a legkellemetlenebb ajándék, amit kaptatok valaha, de kajak. És szerintem az okni meg ezek, ez... Az nem számít kellemetlen. Igen, az nem üti meg a lécet. Volt-e ilyen? Én mondom először, nekem nem volt. Az a baj. Nem. Letudom gyorsan, volt kellemetlen. A faszt, mindenkinek volt. Nekem volt. Nem tudom. Mondjad, nem volt. Szerintem nem emlékszem. Több is volt. Az a baj, ide kell beszélni. Több is volt, de nem akarom elmondani. Vagy kicsit rossz. Nem akarod elmondani? Félek, hogy nézi, tudod is. Én is el fogom mondani. Most mondd ki, hogy ki az, aki félsz, hogy nézi. Igen. Legyen faszod. Karácsony van, megbocsájtás. Akkor elmondom inkább az ajándékot. Egyszer van valaki a cselbe, aki mindig ilyen furcsa ajándékokat hoz mindenkinek, és kaptam egy parfümöt. És amikor kibontottam, akkor néztem, hogy kicsit ilyen rózsaszínes, ilyen árnyalat van az üvegnek, illetve egy ilyen gyémánt formájú kupak van rajta. És beleszagoltam, és egy nagyon pacsuli illat volt. És utána nézem, hogy rá volt egy forwoman. És akkor így elmondom, jó, hát nem szólok, most szóljak, hogy figyelj már, hát ez női parfüm. Figyelj, olvastam egy cikket, ahol ilyeneket írtak össze az emberek amúgy, hogy mi volt a legkellemetlenebb ajándék. És volt olyan nagymama, aki az egyik unokájának, egy 14 éves gyereknek adott 500 000 forintot, a 18 évesnek meg azt mondta, hogy hát, ha több lenne a nyugdíjam, akkor adnék neked is. Volt egy csomó ilyen sztori. Nem is simán köpte szembe. Boldog karácsony. Vagy kapott egy könyvet, ez bele volt írva, hogy Boldog karácsony Tomi, és közben Évának hívták. Szóval nekem van ismerősöm, aki az egyik ismerősét, egy 100-as zsebkendőt kapott. Figyelj, ajándék lónak. Nincsen foga. Neked? De ez most nem karácsony, de ide tartozik a rossz névhez. Te ismered annak a tesómat. Most volt nem régen az esküvőjük, és az egyik családi rokon, hát ilyen távolabb, de ilyen távolabbi, de egyébként jóban vagyunk, meg találkozunk sokszor. És tudjátok, szokták írni ezeket a üdvözlőkártyákat, hogy kedves XY, sok boldogságot az életbe. Azt oda volt írva, mit tudom, most legyen az unokatesom Éva, nem ez az igazi neve, de mondjuk Éva, meg mondjuk Csaba. És oda volt írva, hogy kedves Éva, és
oda volt írva egy név, kisatírozva, és utána volt írva, hogy Csaba előtt valakit el kapták, és tovább adták. Rossz nevet írva, tudod, hogy ki volt satírozva, mellé írva jó neve. Hát bázeg abban nincs semmi. Nekem volt egy osztálytársam az iskolába, egy roma gyerek, Sanyinak hívták. Miért nem mondod ki? Volt, figyelj, szép volt tetoválva, és 16 évesek voltunk, és mindig az aktuális barátnét magára varratta, és amikor vége lett, akkor lesatírozta feketére. És tele volt fekete kockákkal a gyerek. De egyébként már... ezt meg tudta volna oldani. Hát csak abban a névbe gondolkodik. Amúgy igen. Szóval Zsófi vagy? Nem. Ez egy karácsony ajándék, nem, én nem nagy durranás, bazeg. Igen. Én egyébként egy izét kaptam egyszer. Nem mondom, hogy kitől, mert fölismerhető lesz, de ő is egy ilyen távolabbi rokon volt, amit nem tudtam hova tenni. Egy szappant, de tudjátok, az a tehát nem olyan... Szerintem nem ilyen... ez a vér... Megkapott egy lámpaernyőt is. Volt benne egy aranyfog a szappantban. Múltkor mentem Antihoz, baszeg, kézzeljétek el, azt egy számozott csíkos pizsomában volt, geci, és akkor mondom, mi a fasz csinál? Rám nyitott, nem tudtam, hogy... Sírva kijött, hogy feltörtek az emlékek, de ez nem, nem szép dolog egyébként. És egy olyan szappan volt, hogy nem csomagolásban ilyen, tudom, dáv vagy valami, hanem egy, csak így ki volt bontva, és az a sárga szappan, tudjátok, az a nagyon... Mert az mosószappan. Te tudod, melyik szappan, amit még, amikor Zsizi Debrecenbe lakott, és fürdöttünk, nem együtt fürdöttünk, de egymással fürdöttünk. Nem és nem volt se tusfürdő nálunk, se semmi, és megtaláltam a neszeszerem legaljába, már egy ilyen ekkora... De az itt van, itt van a szappan. De Anti, hogyha most átmész, akkor... Elvegyem a képet. Figyelj, de én azon gondolkodtam, hogy... Nem kérdezted meg, hogy miért vannak szőrszálak a szappan, amikor odaadták? Vagy miért szaros a vége? Erre a szappanra egyébként tudni kell, hogy ez mindig ott van, és amúgy mindig elfelejtünk, bárhol megyünk, elfelejtünk vinni tusfürdőt, és ez már volt velünk síelésen is, hogy mindenhol. Azt a kurva. Azt te fogod meg, mert te már fürödtél vele. Igen, ez egy nagyon jó szappan. Mert ebben a magasságban mutasd már meg. Az el van, az amúgy kemény, add ide. Azt a kurva, ez valami egy izé. De nem azért nem jön, mert a fókusz nem jó, itt tudod megmutatni. Látni? Nem látni. Nem látunk semmit, bazony. Most figyelj. De nincs fókusz. Lesz fókusz, nem? Itt lesz. Itt, mert a fejünkre van fókusz állva. Igen. Itt nagyon jó, nem? Mindegy, elke. Látjátok, milyen barna. De ez ilyen volt. Közben valaki írja a cseten, kösz szépen egyébként a szubokat, mert minden srácok kösz szépen. Eser írja, hogy szaros boxer volt a főnökömtől becsomagolva. Az kellemetlen és paraszt. Várjátok, én is készültem ezek nektek ajándék. Ezek a foltok rajta, mint egy bőrkeményed is a talpadon, nem? Ez már az a kodi. Én nem tudom, azok, de ezt egy 10 méterről megküldesz vele valakit, az meghal. De ez egyébként volt velünk síelésen is már, de Balatonon ezt kaptad karácsonyra valakitől? Csak nagyobb volt. Nem, nagyobb volt. Ezóta már kopott. De mikor egy 25 évvel ezelőtt? 10 biztos. Aha, tényleg. Azok, ez már egy antikváriumban van. Emlékszek, hogy 6 éve használtuk a Balatonon. Mennyiszer érhetett faszhoz ez a szappan ember? Az is szaglászott. Az ilyen lapos megy a vájadba, szóval. De mindegy, mert ők együtt fürödtek ezzel a szappannal. Ki van fényesedve tényleg, mint egy rendszerváltás előtt 10 és szalagparketta. A Mantere úgy vigyázz, hogy néha felszokta csiszolni. Azt a kurva. Jó, mi volt? Mindenki elmondta a legkellemetlebb ajándék. Szappan nekem a parfüm. De az miért kellemetlen egy parfüm? Nem. Hát mert női parfüm. Ja, hogy a női parfüm, jó, igen, oké. De az is jó, oké, hát most kaptál egyet, Max. Hát ő egyébként nem vette észre, hogy... De én ilyenekre gondoltam, mit tudom én, kellemetlen alatt, hogy bazeg, apád véletlenül a anyádnak szánt, mit tudom én, a vibrátort neked adta át. Nekem egyszer volt egy barátom, nem igaz, hogy, tehát, hogy nem nagyon volt, nem emlékszek valami nagyon kellemetlen ajándékra, viszont volt egy barátom, kézzeljétek, azt mondta nekem egyszer, hogy figyelj, mert találkozzunk, vettem neked valamit karácsonyra, eltelt 3 év, és még mindig nem kaptam meg. Légy szíves, küldj el. Ez Anti volt. Most itt vagyok, mi volt az így van. De mindegy, most ez inkább csak vicces, de... Nem. Hát azért jó lenne megkapni, nem? Azért jó lenne megkapni, nem azt az agysit. Egy kicsit rozsdás bortartót egyszer kaptam. Az jó volt, néztem, hogy... Figyelj, én szerintem ezt Anti vitte ezzel a szappannal, pláne, hogy itt van. Tehát, hogy ez az ő biznisze. Nem is készültünk rá. Igen. Ez mindig nála van. Nem tényleg. Tudom, hát figyelj, most ilyen zokni, meg ilyenek azok alap. Szerintem azt mindenki kapott már. De szappant kapni kellemetlen? Vagy kellemetlen fürödni egy olyan szappan, ami már megvan 10 év, és a haverjaid dalosztod meg? És akkor megkérdezik másnap, figyelj, mert ezt mit kapták a rásodra? Á, is kap semmit. Ezután a szappan után az a baj, tudod, hogyha most...
túrósodik a vége, akkor fel kéne hívnod őt is, mert akkor ugye, hát na, együtt fürdezett, figyelj már, hát neked is csöpög, neked is könnyezik a gyíkot. Most ha van ilyen, nektek valaki írja, hogy anyám egyszer kapott egy kb. 25 cm-es műanyag szarkofágot a sógornőjétől. Figyelj, ez teljesen jó. Ha nektek van ilyen kellemetlen karácsonyi ajándékos sztori, akkor nyugodtan. Képzeljétek el, hogy amikor anyukám hazaköltözött Németországból, és jött haza karácsonyra, akkor az egyik ismerősének hozott ilyen, hát ő azt hitte, hogy asztaldísz, mert ilyen angyalka volt rajta, és aztán kiderült, hogy azon ráírva német, hogy nyugodjunk ki. És ő azt oda akart adni karácsonyra, csak aztán pont időben valaki szólt, hogy hát ez lehet, hogy nem. De egyébként jól nézett. Egyszer, ami nekem nagyon megvan karácsonykor, családnak akartam, de fiatal voltam, anyámnak, apámnak tudott pár cuccot venni, és így vettem ilyen pár száz forintos dolgokat, aztán elloptam a lakásban pár dolgot, amit becsomagoltam, és de gondolod, hogy ilyen történne mondjuk, azért hogy örülne neki, hogy megvan. Két-három nap eltelik, basz, megvan, jó van. Érted? Én a kocsikócsodat hoztam neked karácsonyra. Hogy ez mekkora hack lenne? Ja. Még így is örülnék, hogyha csak azt mondod, hogy jó, eddig szopasztatok is, amúgy nálatok van. De azóta se lett meg amúgy? Nem. Ne, meg lett. Meg lett? Hogy nem. Ja, hogy lett volna meg, bazik? Úgyhogy nem, gondolkodok rajta, de nektek van cseten, dobjátok már be. Jó, ez biztos nem igaz. Nagyanyám egyszer adott egy kötött kesztyűt az unokatesomnak, akinek nem volt keze. Adjál. Jó. Pont már, figyelj, pont azt írtak itt. Ez kamu. Hogy egyszer kapott itt valaki azt írja, 2 kiló krumplit, 1 kiló hagymát és sampont, pedig kopasz vagyok. Hát van ez így, na. Igen, ez a parfüm, mert sokaknál van úgy. Meg írják, hogy nagyobb korúban, felnőttebb korúban még mindig játékot kaptak. Szerintem amúgy ez... És lehet, ha valaki féllábú és meglepett karácsonyra egy pár cipővel, az bunkóság. Kérdő, nagyon szépen köszön. Hát szerint az 200-as akkor. Az bunkóság. Az egyik szezonban kacska lesz. Már nem azért, mert hogy nincs fél lába, hanem azért, hogy két pár. Tehát odaadod azt a pár cipőt, akkor nem csak egyet azt neki? Azt majd elrakod a névnapjára, hogy nézd csak, mit találtam neked a boltba. Anti, de remélem szóltál már, hogy elfogy ez a szappanak a Fanni, nagyon szépen, kösz szépen a szokgifek a srácok. Sajnos már nem tudok, mert kaptam már. Ja, ó. Úgyhogy azért koptatom kevésbé. Ja. Nem tudod, hogy honnan származik a szampon, mi? nem tudom, emlékszem még, de milyen hasznos, látjátok, hogy ez nem is rossz ajándék. Szappan? Hát milyen szarba lettünk volna ott. Vártam már, igen. Nem tudom, az igazán még ajtót is. Jó, de amikor bontottad ki, és megkaptad, akkor nem azt mondtad. Nem kell kibontani, mert így volt. Csak hát jó, csak azt mondtad, hogy egy szappan, mi? Azt de mi csak így a parkot, nem, egy ilyen ajándékszatyorban volt, amiben volt mellette, mit tudom, még dezodor, meg zokni, meg ilyen dolgok. Ezt tudod, hogy jött, hogy meglátott téged, hogy ott voltál karácsonyok, és azért neki nem vettem ajándékot, mindegy, gyors elszedek a WC-be, kitalálok valamit. Megláttad a szappant, amúgy lehet ez az iskolából a szappan. A suli szappan, bazd meg. Azt mondjuk, kaptam egy buzikaspót. Bazdmeg, az még belefér. Múlt az, kösz szépen. Egyébként srácok, tegnap kikerült egy videó a festős Csatira, felkelt el Art, nézzétek meg, mert nagyon kevesen nézték meg, és osszátok meg, és nézzétek meg. Ezt kérem tőletek karácsonyra. Köszönöm. Köszönöm szépen. És Izi, mit gondolsz erről az évről, hogy telt? Milyen volt összességében így a videózás szempontjából? Ha az év értékelésről beszélünk. Az füstő, ne? De egyébként nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt. De mindig azt kérdezik tőlünk, hogy mik a jövő tervek, meg ilyenek. Mindig ugyanazt tudjuk mondani, hogy nem nagyon van. Hamarosan elindul egy csatorna, egy másik, ami általatok kedvelt tartalommal ezt megtölt, reméljük. Ja, és azt hittem, itt vezetik be végre az utcára. Na, hogy igen. Nem kell. Nem kell vödörbe szarni. Na mindegy. Még a karácsonykor lesz videó, meg lesznek olyan cuccok, mit tudom én, stúdió körbenézős, virtuális sétát lehet majd tenni a stúdióba. Egyébként tele van easter egg-gel, tehát majd a videó végén lesz egy kis info, ezt meg tudjátok nézni. Úgy tudtok sétálni, mint egy Google Maps. Távirányítóval. Nem, Google Maps is, akkor így úgy körbe tudtok nézni, mintha itt végigmennétek. De szóval csomó izgalmas projekt van. A jövőre nem tudom, nagyon sok tervünk nincsen. El vagyunk, vannak azért észrevételeink. Mit tudom én, az RP-vel kapcsolatban, hogy valami újdonság kell, vagy ilyesmi, vagy új game, meg gondolkodunk ebbe is, úgyhogy faszt, ugye meglátjuk, mi lesz. Nagyjából ennyi, de hát sok izgalmas dolog történt, ugye. Jött Kodi, te hogy érezted magad? Azt tudom, mióta vagy itt, bazd meg. Amúgy 5 hónapja. Azt a kurva, igen? Uh-huh. Most lesz már január 18-án lesz 5 hónapja.
De akkor hogy a faszomban nincs hang a izébi stúdiótúron? Van. Ha már 5 hónapja itt vagy, Geci. És itt, addig még nem jutottunk el 2 hónapot. Tapasztalak, Odi. Lassan, de biztosan haladunk. Nem, van. De egyébként szereted, jól érezted? Aha, persze, igen. Kicsit izgulsz még, azt láttuk. A múltkor vettük fel a stúdiót, akkor kikaptam a kamerát a kezéből. Mondom, jó, Kodi, te jössz. És az ember lefehéredett, elkezdett izzadni. Hát, mondom, faszik, Kodi, jól vagy? Hirtelen jött a helyzet, hogy azt sem tudtam, hogy mi legyen. De vicces szituáció kerekedett abból is egyébként. Ja, úgyhogy majd meg tudjátok nézni. Hát sok minden történt. A Twitch-en ugye megszűnt a tevékenység, pont egy hete. Nagyjából ennyi. De hogy a jövőben mit fogunk csinálni? Festős videót biztosan, szóval felkérdezni art. Igen. Azt biztos fogunk csinálni, felkérdezni art. Ott megjelent a hatuspak, felkérdezni ember. Itt tartok nektek egy vallomással. Jó, ha most a buzi vagy, Kodi, akkor... Igen? Mondtam, összeértetek Antival? Nem. Akkor nem is olyan érdekes. A Rastas streamekben... Kicsit közelebb. Szóval a Rastas streamekben én szoktam trombitálni. Menj már a faszomban! Kurva, tényleg? Tényleg te vagy a trombitálós? Mindig kiszaladok éjszaka. De köszönjük. De én megöltem egy csomószor. De hát volt olyan, igen. De direkt úgy sem, hogy lássam, hogy én nem látom a ti neveteket, akkor ti se látjátok az enyémet, ugye? És olyan helyekről trombitálok, mindig bemegyek a ház alá. De ezt miért mondtad el, hogy trollkodsz? Jó, Kodi, nekem is be kell vallanom valamit. Már csinálom egy éve. Már unom. Én is be kell valljak valamit. Én mindig teleaknázom a házadat, Kodi. Ezt valahogy sejtettem, Zsizi, mert... És az jövőben is így lesz. Van még egy dolog, amit egyébként most akartam odaadni. Itt az Astrának a kulcsa. Gondolom. Nem, de a múltkor én szúrtam kökerekedet. Nem viccelek, amúgy nem. Nem. Mi volt? Mert most annyira belementünk ebbe az egész történetbe. Úgy tervezem, hát aztán már régóta for bennem ez a dolog, hogy ezt valamikor ki kell adjam, és hát, most ideális volt. Igen. Nem jó, nagyon vannak tervek. Nem. Vannak olyan dolgok, amik, mit tudom én, nagyon egy hét alatt kitalálom, meg is valósul ilyen ez a csati, ami majd most lesz. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ezek történnek. A stúdiótórus videó az működik 3D szemüveggel? Azt nem tudom. VR szemüveggel? VR szemüveggel, igen. Nem. De ez egy 360-as videó, úgy, mint egy, most mondom azt, hogy Google Maps, de ez egy nagyobb felbontású, meg nagyon részletes. Tehát tényleg olyan, mintha itt sétálna. Ez egy nagyon flash. Tegnap csináltuk, úgyhogy nézzétek majd meg. Ez már felkerült valahol? Még nem. Majd karácsonykor megy ki. Kösz szépen a szubokat, nagyon szépen kösz mindenkinek, merci neked is. És még egyszer, srácok, mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánunk, mi itt így. Úgyhogy, amúgy nem lementem volna a hídban, nálam van a kulcs, mi? Nem, amúgy egy kicsit. Már amúgy nem tudom, hogy most örülnék neki, vagy már nem. Nem lesz már Twitch, hát nem nagyon. Maximum azon gondolkodok, hogy mikor festek, akkor ott lelájvozom, de hát annak kurva sok értelme nincs, mert nem beszélgetünk meg semmi, és 10 órán keresztül tört. Tehát most ez a kép, ami legutóbb készült, tegnap posztoltam róla. Ez egy ASMR paint fel. Hallod, igen. Az kéne. Ahogy az Márton az ecsetet volt. Az olajfestékbe, ott kicsit nyunnyog benne, tudod? Mm-hmm. Ez nagyon jó lenne. Nyunnyog. Vagy lehetne az is, hogy mostani festős videó csak alá szinkronizál a Joker, ezek a hangok. Nyunnyogsz benne. Úgyhogy azon még gondolkodunk, nem biztos, hogy meg fog történni. Hát sok mindent terveztünk. Volt egy Rastos event, amiből nem lett nagyon semmi, mert nem volt rá időnk foglalkozni. De ami később nem múlt. Hát igen, de karácsonyi már nem tud lenni szóval. De egyébként simán. Viszont a Betlehem képbe küldős játék még megy a Discordon, oda küldjétek igen, a vicces betlehemes képeteket. Ott még lehet, hogy megnézzük. Nem tudom, hogy most nem tudom, mikor lesz legközelebb podcast, januárra adja ki. De lehet, hogyha mondjuk nagyon unatkozunk, vagy valami, akkor mit 28-29-én, vagy bármikor csinálunk egyet, amikor mindenkinek jó. Miért nem csináltak most olyat, vagy miért nem csinálok olyat, hogy most karácsony van, úgyis kapják ajándékot, és küldjék be a számuk a legkelemetlenebb ajándékot. Az amúgy is jó amúgy, ja. És azokat is meg lehet. Ja. Hát előbb kellett volna ébrednünk, az igazság ezzel kapcsolatban, de basznire. Mesztelen festős, az mondjuk nem lenne rossz. Az menne. A pótecset így lenne. De figyelj, az mondjuk ma így. Amikor, mert már beszéltünk, a múltkor hajnal egykor ugye festettem, elindítottam a videót, azt véletlen a streamre nyomtam, Twitch egyből bedurrant. Ja, azt láttuk el. És azon gondolkodtam, ott álltam, hogy benyúltam a nadrágon, fölhúztam, hogy igazítottam magam, hogy mi legyen, hogy azért ne legyen kint a könyves dekoltás, meg ilyenek. És ez így nézték az emberek. De eltelt egy 10 percre észrevettem, bazeg. És annyiból vettem észre, annyiból vettem észre, hogy a felvétel gomb, amikor meg kéken világít, az meg piros. Mondom, mi a fasz? Piros, odaülök, nézem, a cseten írják, hogy szia, izé, meg minden.
Azt a kurva. Még jó, hogy nem az itthon ízi asszonyverőbe voltál. Amúgy igen. A pörkölt szaptos atlétában. Egyébként ilyen boráttangába szoktam festeni mindig. Kicsigók, a kösz a 10 eurót, nagyon szépen kösz, és boldog karácsony neked is. Bálintka, a szobat, nagyon szépen kösz. Fenn voltunk DC-n, játszottunk valamivel, és akkor én mondtam is a többieknek, hogy nem is az egy 10 Attila, valamit. Mondom, mindegy, hát majd reggel megkérdezem, mi volt. Szerencsé, hogy nem rántottam rá, mert azt szoktam közben tudod, amikor festek. Azért bal kézzel mindig, mert a jobb dolgozik. De egyébként nézzétek meg itt az alkarom, ez a jobb. Ki vagy ott a fehér? Ez meg a bal. Úgyhogy a... Két ünnep között mi lesz? Mármint program, családi program, vagy valami? Hát családi hát program. Mi itt leszünk? Ja. Nem mentek sehova? Hát mi a következő kötelező köröket letudjuk. Nem tudom, hogy melyik nap. Van egy olyan dolog, amit meg akarunk valósítani már 5 hónapja. Ez a holdos cucc. Ja, igen. Holdos. És ki van választva egy jó idős nap? Igen. Ja, a távcsőben? Aha. Azt hittem fel akartam menni. Van ilyen csillagász távcsőbünk, és akkor most lelőjük a point. Csinálunk egy videót. Ez azon gondolok, hogy a TikTok live-ot is lehetne, hogy fölöljük, és akkor nézzük a holdat, közben csókolózunk Kadival. De hát nyilván a karácsony. Nem tudom, hogy két ünnep közt milyen, hogyan lesznek a streamek, vagy lesznek, lehet, hogy egy-egy kimarad, meg ilyesmi. Nem tudom. Hát én biztos leszek, a többiek azok jönnek, amikor tudnak, vagy akarnak, aztán januártól újra. Újra a utána való hétfő az azt hiszem pont egyébként első, szóval nem tudom, hogy akkor lesz a podcast, de utána biztos hetedike, vagy hogy, azt hiszem hét. Azt tudja. Úgyhogy nagyjából ennyi. Meg ami az ebbe az évben történt, azért sok minden stúdiót váltottunk. Tényleg sok minden történt. Csak az a baj, hogy ilyenkor tudod, így nem is gondolkodtam ezen, és nem is jut eszembe, hogy mik voltak. Nyertünk egy két díjat, ami tök jó volt. Mondjuk ez egy nagyon megkritizált... Azt már mutattátok, nem? Azt aha, ilyen. Megkritizált díját adó volt. Mi örültünk, hogy nyertünk. Hát a stúdiótúrba lesz. Közpénzből be. Nem kaptunk, meg semmi, mert ez volt a fő... eszőparipájának az egész történetnek. Energital, meg mit tudom én, egy új ízed, nem? Nem aha, az jött az Zero, hogy jött a Nessájjal a közös. Jaj, úgyhogy sok minden történt, izgalmas volt. Úgyhogy ezek történtek. De hogyha van kérdésetek bárkihez itt hozzánk, akkor nyugodtan lehet, mert most ez egy ilyen interaktívra terveztük ezt az egész történetet. Viszont van egy jó témabeküldés, szóval a Discordon. Hova igen. Be lehet küldeni a témaajánlót, és van is egy jó. Aha. Hogy volt egy ember, aki ilyen 40 éves koráig szűz volt. Ez még 50 volt az 50, előbb. Nem tudom pontosan most. Hányra kevesebb. Olvasd el a... Fiatalodik. Ez a 40 éves szűz. És utána pedig pornósztár lett, nagyon sikeres pornósztár 70 éves korára. Hát pont ezt mondtam azok, hogy azért főgyelem lettek a dolgok, érted? Ott volt spiritus még. Sima. Niki, kösz szépen a 999-et. Ez az elején nem játszott el a dolgokat, ezt a végén meg megnyert a versenyt. Bazony. Én sok sikert kívánok hozzá. Én azt mondom. Vagy nem tudom, hogy így 40 vagy 50 év, az, amikor közeledett a végéhez, akkor gondolkodott-e volna ilyen karrierbe, hogy... Kodihoz lenne kérdésem, hány centiméter magas? 176. Faszba, nem. A faszt, amúgy sokkal kisebb vagy. Igen, hát nem, magas sarkút hordni, hanem. Dani, kösz a 2000-et. Hát de mikor ott állsz mellettem, mindig ilyen kis így kell néznem rád. Hát én 182-3. Hát akkor azért, mert van köztünk 6 centi. Hát de az nem sok. Na jó, de... Én ennyit érzékelem. Jó, várj, de te más... Én tudom, hogy mennyi 6 centi. Én tudom, hogy miért gondolsz 6 centi alatt, hogy az sok vagy kevés, de itt most magasság, érted? Most oké, hogy meglepődtél. Nem, hogy derüljön már ki. Jó, de ez milyen dolog már, hogy valahol kevés, valahol meg sok. Amúgy igen. Akkor beszéljük meg. Ez igen. Hol kevés a 6 centi? Tegyétek ki. Valaki kérdezi, reklámvideót cenzúra. Ugyanakkor át szól, mint egy büdös, és a TikToktól is meg lehet fulladni, szóval arra vigyázzatok. Joker, ki van tesízve, kérdezik? Ki? Hogyne. Ki? Kipattintottam magam. Ki? Éppen mondtuk neki, hogy jól kijegyzett. Körekedik, mint a kölyök gólya. Kötségök. Még a műfehér szakán rá van ragadva. Azért hozta azt a nagy batyút, az a télapó zsákja volt. Tele is volt, még lelégett. Ho, így léptem be a megye határba. Ti amúgy szeretitek a beiglit?
Ja, kérdezik, hogy Jojo-nak nem lesz önálló este? Neked lesz önálló este, Joker? Nem tudom. Mit csinálnál? Viccekből. Így állnál? Önállóan? És este van? Ja. Hát mondjuk menne nagyot, nem? Vannak ez az alvó streamek TikTokon, tudod, hogy alszol, és akkor ott vannak mögötte, ha nagyon nézed, ja, valakiket ja. beállít ilyen furán állnak, azok lesztek ti. Van egy kedvenc TikTok csatornám, ahol vicceket mesélnek, és mindig az Antit fárasztom, valahogy elküldöm neki. Ja, tudom. Hát jó, de ez már plágium, mert az első, aki ezt elkezdte, ugye az az elszúnt rám volt a legjobb viccekkel. Emlékeztek rá? Én nem emlékeznék. Nekem még elszultános pólóm is volt testpérem. Nagy rajongó voltam, de mostanában már nem tudom, mi van vele. Meg nekem is megvan, most néztem, hogy ki rágta már a moly. Én a legutóbb azt a videóját néztem, amikor a seprűt tartott, nem tudom hány perc. Az rekord volt pedig. De magyarországi rekord? Nem bekerült a rekord? Nemzetközi. Tényleg? Seprűtartó. Hát de 20 pár perc csak. Hát az elég sok az. Padnak össz szépen, és 1-3-5 köz szépen. Mi a pöcs a véleményetek a GTA 6-ról? Hát erről már beszéltünk előző podcastban. Nem tudom, kifi-kafi. Jó lesz, várjuk. Te is várod? Csak az a baj, hogy addigra mi leszünk őszélve, még kérjünk PC-re. PS-re jön ki, meg Xbox-ra. Anti hány centiméter, azt kérdezik. 190. Na mondjuk róla hiszem, hogy annyi, mert ő tényleg magasabb, mint én. Hát be kell húzni a nyakádba az, amikor bejön ide. Kérdezik, hogy mikor lesz nekem is sapkám, majd ha én idős leszek, mint a többi. Ha ő is elkezd kopaszodni. Én nem akartam ezt mondani. Mindenkinek vannak hátrányai, Kodi. De azon, hogy te gondolsz 175 centi, vagy szerintem azért van, mert úgy mész, az, mint egy hegyi muszka. Tehát kihúznád magad, van benned még 15 centi ember. Hát a nyugdíjasok a Tesco-ba úgy megy, Kodi mindig így. Behúzza a nyakát. Ej. Lesz interjú Szobikszál, meg többik. Lehet egyébként, lehet, hogy csinálunk egy kvarcjátékba elemet tudtok cserélni, ez nagyon fontos. Tomi, kösz szépen a 25 ront. Nagyon szépen köztem, hogy aranyos vagy, láttam, és neked hogy nem is. Hallgattad végig a videót. Az a baj az elején, az egy kicsit komoly bekezdés van. És pont ott kapcsolódott. Dehogy ne, hogy a minden basszájban. Hogy ne, persze. Elmondja az ismerem összes csúnya szósz, és utána jön a kvarcjátékos. Zajosz, kösz a 20 GBP-t. Kösz szépen. Joker, mik a tervei jövőre? Joker, mik a terveid? Nem gondolkoztam ezen, még van rá. Mennyi, hány napom? 8? Vannak ilyen tervei. Vannak. Plusz 10 kiló. Ja, a mini. Úgyhogy jó. Te se panaszkodhattál egy fél év amúgy. Azt hát én még te is úgy jöttél be a stúdió, hogy döbrögi, geci. Gurultál befelé. Emlékszem rá. Hát szóval, úgyhogy ne nagyon. Attila, kösz szépen a szubot. Hát van ez így, bazdnek most. Nem? Egyszer fent, hát egyszer lent. Már nem leszünk, azt szokták mondani, nem? Imádom a szegedi bölcsességeket, geci. Na, várjatok. De nyugi, amúgy, mert... kinevettek engem a Discordon tegnap előtt. Hogy? Fel is háborodtam, az Anti, Csabi, meg az ezres. Zolimant, meg a többiek, hogy mondtam, hogy úristen, deludáj ez a dolog. Ja. És azt mondták, hogy ilyen szó nincsen. Deludáj? Hogy ludáj valami. Nem. Nem hallottad még? Én azt mondtam, a fizetésed miatt röhögtek ki. Ludáj. Ez amikor mondod a ludnak, hogy állj. Aha. Ez a lud, ez ludáj. Ez a Joker, ez megfejtett. Ez lesz az önálló esbe? Ez ha lesz. Önálló est, viccek, de úgy, hogy a Kodi szavajárással fogom elmondani őket. Ludáj. Ha valaki tudja, hogy mi a ludáj, akkor az írja be a csetre, kíváncsi. Vagy nem azt akartam mondani, hogy dudáj, csak ilyen logopédushoz kéne járnod, ludáj. Na, nincs is ilyen szó. De van egyébként, mert utána néztünk, van ilyen Antti, szó. Antti, az hogy van, hogy te a női kommenteket azonnal észreveszed, de is... kettőből? Ja, tényleg nem. De csak azokat, geci. Mert szerintem... És mi van megnyitva a profilja? Mi van bedurrom a jobb körül? Mi az a csattogás közben? Van egy szűrő az Antinak a csekkén, és csak a nőket mutatja, most nézem. Ez tényleg életem volt. Tényleg az... Nem, amúgy nem hallottam ezt a szót. Nevetős helyek Gina Bolla. Na, tessék. Valaki bejött a rossz szúnyog. Ő tudja. Micsoda? Rossz szúnyog? Ja nem, rozé szúnyog. Az a toka, Csáli, na?
Az már hasonló. Nem, hát amúgy az ovális. Ez egy angol szó, és azt jelenti, hogy a lúd szeme. Az ovális. Egyébként az oválist jelenti, igen. Igen, az az. Azt jelenti, hogy a ludály, hogy ovális? Aha, igen. De ez milyen szó, Geci? Nincs is ilyen magyarban. Vannak kapcsolataid a Szegedi Kulturális Központtal, mert akkor valami támogatás főkérem, ezt bazd meg, mert itt már népszerítjük a szegedi tájszólástól igen. kezdve, aha. a bölcsességet. De várj, ez nem a szerbektől jött, tehát ott mellettetek amúgy. Hát ezt nem tudom, de azt tudom, hogy megnéztük, és benne van a magyar szótárba. És oda van éve, igen, hogy Szeged környéki használható. Valaki kérdezi, mi lesz a kaszinodedi csatornával, de megszűnt. Nagyjából egyelőre. Valószínűleg így is marad. Úgyhogy a... Jó, de a makukát az most egy olyan, azt vágod, nem? Hát azt igen. Valaki nem tudja, hogy mi az a makuka. Én nem tudom. Hogy Budapest. Rica. Azt tudom. No profor guma. Na hát ilyenek, de ez egyszerű is volt, érted? De luda vagy mi? Nem, mi a napreforguma, vagy mi? Nem, a dedáj, az nem az. Ja, deludál. Nem, Kodi. Tessék? Kodi napalá. Amúgy mondtak már most így a kellemetlen ajándék, vagy nem tudom, hogy bele... Ugye te mondtad... Ja, azt... múltkor mondtad, hogy kapta egy kellemet, hogy a tripperre menti haza, vagy... De azt tőletek pedig kaptam el, azt mondtam, és hogy menjetek el ti is. Mondtam, hogy az állomást azokat a lányokat került ki nagy hívni. Basszapok. Hamarosan te... közelebb költöző csak. Azt mondtad ugye, hogy te is, neked is ígértek egy ajándékot, és ugye azt várod azóta is valakitől. Nekem is van, képzeld el, egy meghívásom, egy jó halászlére, azóta is várom azt. Mindjájunkat ki volt az? Ugye? Emlékszel? Egy jó halászlére a legjobbra Magyarországon, gyertek el. Szegeden, ne együnk itt nálunk múltkor, majd. Amikor Tokajba voltunk, a múltkor, két éve szilveszterkor hívtál meg minket, vagy mikor karácsony előtt, vagy után között. Kodinak van egy olyan ínye egyébként, amikor így, nem tudom, így, olyan, mintha aludna, de közben beszél, és én mond azt láttam, dolgokat. Azt nem úgy hívják, hogy részeg. Nekem van róla videó. Nem beszélt. Nekem is sok mindenről van videó. Ugatott. Már amúgy arra van videó, tényleg, az megvan. És a Tokajba mondták, hogy szegedi halászlé van. Hát. Adtak egy, azt hiszem a sűrítménye volt, még csak mondtam neki, hogy ezt fel kellett még önteni vízzel, mert olyan sűrű volt, hogy azt hittem, hogy mi az, de gyufa tésztát volt benne? Nem, de akarta beletenni. Hát, úgy jó. Gyufa tésztát? Aha. Én tészta nélkül szeretem, kenyérrel. Gyerekeknek megvannak már az ajándékok? A Jézuska hozza ezeket egyébként. Tényleg, nálatok a karácsonyi menni vissza, hogy mondjam, mert figyeljetek, tehát, hogy általában, ha vannak gyerekeid, akkor az vannak egész év, akkor arról szól, hogy mit tudom én, vannak konfrontációk, stb. Jaj, stb. Jaj. És akkor így teszel valami jót, mert ugye adsz ajándékot, de még azt se vállalod be, Geci, mert a kurva Jézuska hozzá érted. Tehát ja. annyi renomét nem tudsz javítani, bazd meg. De ha azt mondanád, hogy beszéltem a Jézuskával, hogy azt kapd, amit szeretnél. Megszúrtam borda között. Érted? Jézus. Akkor az van talán, hogy jaj. De jó, apa beszélt a Jézuskával. A fa alatt. Köszönnek, kislányom a Jézuskának, a 120 ezer. Ja. Köszi. Ja. Azt kell mondani, hogy a Jézuska hozta, de nem volt pénz, ezért nekem kell kisegíteni, szóval. De egyébként, hát most ugye mit a tinédzser gyerekeim vannak, hát ők azért már tudják, hogy mi a helyzet, érted? Nyilván. De a kicsi például, ő nagyon éli, ez nagyon, nagyon aranyos, tudod, amikor... Hogy ne tudnak szobik, így várja a Jézus. Boxolja a levegőt. Ja, úgyhogy az a varázslat flow egyébként, ez nagyon jó szucsett, szét szoktam halni rajta, hogy itt volt itt a Mikulás, tudod, a csomag ott van, és akkor a lány, és ő nagyon lányosan örül, hanem visít, tudod, így megöl, aha, és látom a szemébe azt a varázslatot, mert minden, az kurva jó dolog egyébként, úgyhogy igen, jön a Jézuska, meg ilyenek. Nektek emlékeztek, hogy mikor múlt el a varázs? Amikor megtudtátok, hogy nincs? Azt hittem menstruáció. Hát, én emlékszek. De illetve emlékszel arra az időszakra, amikor úgy gondoltad, mármint, hogy tudtad, hogy van? Jó, nem nézik. Figyelj, én. Az van, hogy... Amikor 5 éves koromban fölkeltettek az ágybokára, és akkor nem létezik a Jézuska. És szemen köptek. Nem, nekünk úgy volt, hogy nem tudom, mennyi lehettem. 6-7. És még mindig nyomták ezt, tudod, hogy jön a Jézuska, meg ilyenek. És akkor mindig terelgettek minket, tudod, de nálunk úgy volt, hogy mit tudom én, ebédeltünk ilyenek, és akkor ott ültünk, néztünk, mint hal a szatyorba, és akkor hirtelen, gyere csak ide, meg menjél be oda, meg izé, és akkor már levágtuk, hogy mi a helyzet, de emlékszem egy pillanatra, ami nagyon vicces volt, tehát azt hiszem nagyanyámnál történt, és akkor ugyanígy el lettünk terelve, figyelem, és akkor valamilyen kimentem a szobából gyorsan, és anyám a hóna alatt egy ajándékkal így állt, és így rám nézett. Anyám csalódtam. És ezek olyan aranyos dolgok egyébként, de nyilván azért az ember, főleg most egyébként, bazik, hát már olyan gyorsan
az internet miatt, meg minden miatt nagyon gyorsan fejlődnek szerintem, úgyhogy nem tudom belőni, hogy mi a kor. 8 évesen a vérek, hogy, hol, hogy ja. A télapó Jézus, stb., hogy az mi lehet, és akkor le van írva, hogy a gyerekeknek ez csak egy... Szerintem ahogy iskolába mennek már 6 évesen. Ott már, engem is ott. Ott már füst. Akkor múlt el az a varázs, mikor nem tudom, hány éves voltam, de valami szerintem is ilyen 6-7, nem tudom. És de az olyan... bátyát beterelt a kis pincébe, ott múlt el a varázs. És ott a gyere csak! Most megkapod az igazi ajándékot! És az ajándékot valahogy megtaláltam, el volt dugva ott az ágynemű tartóba, tudod, és akkor én nem tudtam, hogy az most konkrétan az én ajándékom, csak ugye így... Így gondolkoztam rajta, hogy lezártam vissza, és ugye azt kaptam meg karácsonyomatot, és ez úgy, hát mondom akkor. Ja. Nálam akkor mindig nem. El voltak ugye dugva az ajándékok, és akkor ugye hát én is ott vártam a Jézuskát, ezért nem bírták kitenni a dugi helyről a fal alá. Ezért mindig kiküldtek, hogy jó, hozd már be ezt, meg már ki, majd szólunk, ha jöhet. A szokásos. Mindig attól féltem, hogy egyszer nem szólnak, azt mondta, hogy kint fogok állni a hidegben. Ja, téged a lakásból küldtek ki? Aha, menjék ki, hogy nem tudom, hozzak be üdítőt. A pincéből. Ott van, a legalul, leghátul. Valaki még egy kedvenc ez egy jó téma. Tehát a kedvenc karácsonyi film. Van ilyen? Egyébként van. Amúgy van. Nekem van. A reszkes, ez a betörők. Én nagyon szeretem. Én is szeretem azt. Én is meg tudom. Soha nem nézem meg évközben, se streamingen, se tévében, sehol, de karácsonykor adják. Nem tudom, van egy feelingje, nem? Amikor ott vagy este, mit tudom én, 8 óra, ugye nem tudsz mit csinálni, meg volt az ajándékozás, minden, az a millió is ott van körülötted, nem a hangulata, megvan, megnézed a filmet, beversz 3 rút beiglit közbe, érted? Jó keres, bazeg, 3 rút, jó keres. Én nem szeretem a beiglit, vagy nem a kedvencem. Hallod, ha szeretnéd, mennyit enni? Nem tudom, érted? Én nekem egyébként nincs ilyen, van ilyen nosztalgikus. Azt hiszem, hogy te izé holtak hajnalát. Én nem tudom, ez... Én besokaltam, azért lehet, mert annyiszor láttam ezt a Kevines lófaszt. De ha megy, akkor nem nézed meg. Nem egy megnézed belőle 10 percet, én akkor megkapom ezt a nosztalgia flow-t, de nincs karácsony. Azt sem tudom, mi megy a tévében mostanában, hogy most karácsonykor. Egyébként nyilván mi izét nézünk. Grinch, új mese Grinch. A régi Grinch is nagyon jó. Én a film Grinchről beszéltek, vagy a mese Grinch? A mese most nem. Én a film Grinchet szeretem, a Jim Carrey-set, az nagyon. Nagyon szépen kösz a subgiftet, nem tudom ki volt, nagyon-nagyon szépen kösz. Papó Gaming, ja, kösz. Köszi szépen. Nem, egy mese, nem? Arról. Aha. Na, mi azt nézzük meg, hát az összes ilyen... Most láttam, hogy volt egy nagyon jó film régen, ez a Télapú volt. Pont ezt akartam. Az jó, aha. Ja, tudom, de van egy-kettő. Nem, három is van, most van valami új. Az pont tegnap jó. Láttam, és akkor elkezdtük nézni streamelni. Ezek a karácsonyi filmek amúgy nem olyan rosszak ilyenkor. De évközben belegondolsz, hogy azt mondod, hát az... Akkor nem nagyon. Akkor nem annyi. De mikor jön, akkor megnézed akkor is, mint a kötelező lenne. Azért akartam mindig Golden Retrievert, mert ott, amikor a kisgyerek megkapja, van. Kiveszi a zsákból azt a kis kölyök Golden Retrievert, ezt meg voltam érte bolondul, vagy az kell nekem. Az a film miatt. Hiányoznám. Az nagyon hiányozna most. Kodinak majd egy izét adok, egy DVD lemezt, a Kalányos iramban a verzió, és egy Astra főhős benne. Szapló Télapó, igen, az is. Valaki a Woodman castingot nézi. Polar Express, az is kurva jó egyébként. Bár ez egy kicsit para nekem, gyerekkoromban mindig amikor para volt. Amikor volt az a köd, és jött a Polar Express. Amikor felment a vonat tetejére, és jött a ködbe az a... De milyen gyerekkorodban? 2006-os az a mese, nem? 2003-as? Te akkor hány éves hát voltam? 2008. Már 20 évesen nézted. Úgy be vagyok szállva tőle, hogy... Mit mond? Ja, te tudom, mit mondtad, ami nagyon ijesztő szerinted. Mit? Hát a kiút. A kiútat, a tudod. Például a karácsonyi lidércnyomást, azt nagyon szeretem. Láttátok? Micsodát? Mi? Karácsonyi lidércnyomást, ez egy mese. Ja, amikor jönnek de ilyen, ilyen dark mese. Aha, tudom. Kurva jó. Az abból csináltak az extra jog szellemét, 2004-es a Polar Express. Azt nem tudom. 2004. Baszik, hogy belőttem mi? De azért tudom, ezek... Hogy belőtted? 8-at mondtál. 2006 vagy 8-at mondtam. De mert az én, most a, mit tudom én, a Sobix meg a Dupli, akkor voltak a mesés időszakban. Ja. Így be tudom osztani. Nagyon szépen kösz a Subgiftet is. Mikor? 2004-be. Mi? 2004-be. Nem. Mi van 2006? Akkor voltak mesés időszakban. Nem, mert 2008-ban, azért mondtam 2008-at. Ja. Így álltál a tévé előtt? Oda nyomtam a tojás, hogy nézzétek! Búzik. Nagyon szépen kösz a szubgifteket, srácok. Karácsonyi menü, kinél mi szokott lenni? Hú,
az jó. Nálatok tud halászli, az biztos, az amúgy Szeged igen, az szokott, meg nálunk ilyen töltött húsok vannak mindig. Azokat... Van pénz, nálunk Szegeden. Nálunk is van töltött hús. Meg körelt saláták, ilyen izé, sütemények, ilyenek. De 1,75-ös Pepsi Cola. Az is az van, 1,75-ös. 32 cm-es pizza. Mirelit hamburger. Igen, legkomolyabbak. Legkomolyabbak. Hát ja, ilyenek szoktak, meg hát az elég sok helyre megyünk, és mindig mindenhol más. Jó, hát azért, na, úgy rutin, valaki már, ha tudja, a rutinból kell menni, ételhordóval. Igen, azt mondtam, hogy 20-ától nem eszek. És tudod, hogy december 23-ától egyfajta ilyen speciális ételfutár szolgáltatást kapsz, ahol január 15-ig boltba be nem kell tenned a lábad ételért. Azt ja. Tudni. Lehet Joker táskában most is ételhordó. Amúgy lehet. Jó, és akkor töltött káposzta a fagyasztóba, mindig üres le. Táskába jön, de telivel távozik, és nem tudjuk, mi van meg. Zsízi meg mindig üres faszra van, de teli van a faszam. Hát nálunk a szokásos töltött káposzta, de már fülemel jön ki. Mondtam is anyának, hogy ne legyen töltött káposzta, de mondtam, muszáj, az muszáj. Ezt utána lehet enni 3-4 napig. Lehet, hogy Jézus is azt szereti. Lehet, hogy Jézus is azt szereti, mikor lehet a rizsásat, igen. Meg kacsa szokott lenni. Mozik. De idén most nagyon... Van pénz az antéknál. Mikor? Mert mi is van minket? Most a akciós a Lidl-be egy egész kacsa 1399 amúgy forint. Amúgy... Hát, ezt tudod, milyen lesz? Mint a múltkor a téli szalámi, hogy viszi innen haza. Tényleg amúgy. Én bazeg, most mindenki fel fog háborodni, gyűlölöm a halászlevet, bazd meg. Hát ezt sokan nem szeretik egyébként. Tényleg? Nálunk jobb időszakban van egy zsíros kenyő, két oldalt megkenjük. Igen. Alul is megkenjük karácsonykor. De szörnyű lehet, akkor veszed fel, és így le van tapadva a zsír a tányérra. És így kell fogtod, hogy így ne legyen könnyékig zsíros. Melyik oldalát vegetálzod? Egyiket se. Ja, az már... Vegetára nem telik, bazd, az nem Szeged. Mit te teszel vegetát a zsíros kenyér? Ez a legjobb hülye. Kodi, meg lesz, hogy hogy néz ki a zsíros kenyere? Ez zsíros kenyér, azt így puposan mindenféle dolog. A zsírhagy meg. Ez színhab minden, bazd meg. Amit rá. Mit tesztek vegetát a zsíros kenyére? Hát mit teszel vegetát? Hát mag sót. De... Sót. Igen. Fűszer. Valaki írja, hogy témának az új színésznő Shona River, az ki? Nézem a tekintet. Nekem gyanús, hogy valahol, vagy én nem tudom. Én nem hallottam róla, de gondolom valami. Azt nem tudjuk. Szöksz videós lehet. Szöksz? Egyébként én a halászléből az így szeretem, azt a kórhely halászlevet. Te ismered azt, Kodi? A kórhely halászle az a neve. A kórhely, mondom, azt nem kórhelyi. Abban lehet, hogy kutya. Kórhely, halászlevet. Azt nagyon szeretem, és azt is bográsba. Azt szeretem. Én még nem ettem, de nagyon kíváncsi vagyok a kórhely nagyon, halászlevet. Én nagyon szeretem, ez a mustáros tejfölös. Ha ilyen tejszínes, igen, mustáros. Nagyon finom, isteni. Aha, igen, az nagyon finom. Nekem édesebben szokta, csinálta mindig karácsonykor úgy, hogy bográsba ő megcsinálta. Aha. És mit szóltak a szomszédok, hogy ott a panelba? Anyád mit szólt, hogy ez nappaliba tizente? Nem, lement mindig, megcsinálták a haverokkal. Tudod, hogy ment az? A pincébe? Nem. Miért nem vittek gondolat? Ahol, mert volt, az el volt, nem volt már készítve, nyugi, érted? Nem, az nagyon finom, az tényleg jó. Ezt az ismeri. No. A kórhely az szemet? Nem, a Sonát. A Sonát. Nem tudom, hogy ki az. Jocó, kösz szépen a szubolt, nagyon szépen kösz. Felkiáltó el art, nagyon jó. Mi a vacsi vagy ebéd? Mi nem eszünk, spórolunk. Tényleg, csak bazd meg. Csak körbe megyünk, megnézzük a szomszéd kukákat. Akkor az ott a farhát? Nem tudom amúgy. Ez az a farhát, akkor kérdezd meg. Én ezért nagyon szeretem a pörköltet. Melyiket? Mindegy, ott bazd meg. Mindegy, mi a köret is, milyen húsban. Az se az számít. Mindegy, magában, tisztán. De nálunk elég autentikus az, ahhoz, hogy nincsenek szabályok. Nincs ilyen, de hogy van mi ez a húsleves, székely káposzta, vagy mi? Tudja. Nem, hát hogy nem a tradicionál. Nincs ilyen, hogy bazd ilyenkor halászlevet, meg mit, lencsét kell jönni szilveszternek, nem nagyon. Mondjuk remélem az egy jó kocsony idén becsúszik. Norbika, azt én is szeretem amúgy. De rosszul vagyok tőle. Na, hát, azt tudom, hogy te. Ő nem szereti, múlt, egyszer kérdeztem tőle amúgy. Mondta, hogy hogy lehet azt megenni. Hát mondom. De, és az egy kocsonyával, hogy ez? Ő se szeretne. Hát a gumicukrot szereted? Majdnem ugyanaz. Sós gumicukrot. Hát mondjuk állagában, ha nézzük, akkor majdnem csak az egy. Van olyan étel, amire allergiások vagytok? Nincs. Semmire nem vagyok allergiás, se gyógyszerre. Úgyhogy... Velem bármi történhet. Tej és tejtermékek. Én a nem szobokra vagyok allergiás. Én nagyon sok étel egyébként.
Allergiás vagy? Uh-huh. Milyen összetevőkre? Igazából mindenre. Méz, ilyenek? Egyedül a főtt krumplira, de... Meg a sínos kenyérre. Még arra is egyébként. Menj már! Komolyan, esküszöm. És itt mi az allergén benne? A kenyér vagy a zsír? Nem tudom ezt megfogalmazni. Vagy együtt a kettő hatja, ez neked a izé. Minden allergiás vagyok egyébként. Nem vicc tényleg. Főtt krumpli lesz nálunk. Főzés nélkül. Harapjuk itt az almát. Azt hiszem, hogy TikTok párbaj lesz. Azt szokott lenni ilyen. Ja. De a pörköt is mehet. Amúgy az sem mehetne hivatalosan. De egyébként, ha életem végig egy ételt kéne választanom, az pörkölt lenne. Azt meg tudom enni hétfőtől péntekig. Jó, de egyfajta vagy többféle? Mindegy. Életed végig. Tényleg mindegy. Ne tegyél vele semmilyen fűszer, csak egy naturhús legyen. Amúgy igen, meg se főzzük. Harapjuk. Ne legyen mellé dőstarhonya, az nagyon fontos. Mert azért harap. Igen. Amúgy igen, a dőstarhonya az... Uh-huh. Tarhonyás sorban minden pörkölt főzéskor tízadunk az Antival, hogy úristen, csak jót vigyünk. Busz. Élet egyik legboldogabb napján az esküvény majdnem megfojtott a dőstarhonyáért. Ez nem is akkor volt a buzi. Nem. De aznap este volt szerintem. Jó, de akkor már idegbe basztatok valami. És akkor jön Anti, baszik, milyen tarhonyát hoztál, geci? Azért nézett rám, hogy úristen, mekkora hibát vétett. Én nem mindegy, milyen tarhonyát teszel? Nem azt hittem én is. Nem, tarhonya allergia van, de csak egy tarhonyára. De várj, azért nem mindegy, mert... Jó, van, mindenkinek mert, vannak hogy, azért. Vagy úgy vagy vele, hogy nem eszed meg csak azt az egyfélét? Aha. Vagy bajod van amúgy a többitől? Nincs bajom a többitől. Értem. Nem szeretem. Baszik, igen, ez ilyen. Sajnos ez ilyen. Azt hívják, Tiszafüreden kell korhely halászlevet enni. Mm. Anti, ezt szokott odajárni, nem? Tiszafüredre? Hát de ő horgászni jár oda. Ha jól tudom. Hát de gondolom, hogy tud bemenni egy étterembe. De nem eszik. Akkor főkelek 6-kor, 7-kor már Tiszatavon vagyok, azt 4 nap múlva vissza. Nem megyek sehova. Nincs kóbászolás. Peca van. És tényleg most ilyen komi van, Anti? Jársz még le néha azért? Hát 2 ünnep között megyek. Ez a fűrészeli a izét, a jeget, a léket, léghorgászat. Nem, hát most 2 izé lesz, 15 fokok lesznek. 2 ünnep között megyek vidékre. Most horgász idő. Békés mennyébe? Aha, vallatjuk a kőröst. Hát, ha ad valamit. Ja. Az jó szórakozás akkor. Tényleg, és hogy állsz az ajándékoddal? Én tudom, mi nem akarom kimondani. Melyik ajándékomban? Amit mondtál, hogy ott izé van otthon is, hogy ezt mindenkinek megcsinálod, tudod. De most, ha kimondom, hogy nézi valaki... Ja, hát akkor ki lehet mondani? Hát de ez még olyan titok. Na jó, van hát akkor. Hát szarú, nem sikerült. Nem? Akartam hozni nektek is, de nem sikerült. Jó tetted, hogy nem hoztam. Akarom. Azt hittem, holnap fogod. Nem, majd megmutatom a képeket, hogy csinálom. Az engem akarod az Anti. Képzeljétek el, hogy... hoztam pénzt. Az Antival egyszer indultunk egy sütőversenyen. Komolyan? Igen. És amúgy akkor nagyon jókat sütött az Anti. Csak most valahogy nem sikerült. Ja. Szétfolytak. Túlvertem a habot. Ilyen... Ezek az elzárt frusztrációk. De az volt a legviccesebb, hogy Kristóf köszönöm, ezen a sütőversenyen, ezen hát indultak egy ilyen ezren kb. És hát a világ minden részéről indultak. És voltak olyanok, képzeljétek el, akik ilyen kis Afrikában, ilyen serterekben, ilyen nagyon pici, ilyen, nem tudom, bádog épületekben, egy ilyen, tudod, ezen a kis ilyen rezsón, nem tudom milyen rezsón, főztek, de olyan hamburgereket csináltam, hogy nem tudom, hogy hú, brutál. Főhúztak ott egy szalmakúny, hogy gyorsan. Igen, de tényleg. Hát az Antivel megbeszéltük, hogy ó, hát ezért ebbe a mezőnybe sima lesz. Aztán top 10-be kellett benne lenni. Hát igen. Az simák vagyunk. Azt, ja, mindig azt hittük, hogy hát ez sima 1000 lesz. Emberből? De utána a legvégén beküldtek olyanokat, ilyen profi mesterszakácsok, ilyen párizsi cukrászdának a béke, meg nem tudom, hogy azok meg nem lehetett versenyezni. Letöltötték a képeket. Igen. De ott is makaron csinált az Anti, az nagyon jó. Az sikerült, ja. De idén valahogy nem tudom. Vagy szar a recept, nem tudom. Úgyhogy egy olyan 120 darabot sütöttem, azt abból egy 30 lett talán jó. Jó, mindenkinek egy, most mit karácsonyra hát nem írjuk. De eddig a 120-a is úgy számolt, hogy mindenkinek egy annyi embernek akart adni. Ja. Figyelj, elmész, veszel. Még kicsit drága a makaron, mert néztem, mennyi, fú, nagyon drága valami. Kérdez, újévi fogadalom lesz. Pár darab. Újévi fogadalom? Szoktatok amúgy? Nekem lesz. Nem. Mi? Hát megbeszéltük, ugye, hogy októberben elmegyünk kondizni, október elején. Az nálam hát is. Most január lesz hamarost is. Egyedül mész kondizni. De nekem ez egyébként igen.
Ezt nem beszéltük be, hogy melyik októberben. Ez mondjuk amúgy... Most most meg kell beszélni. Elégedett is lettem magam. Már nem is a csalódott. Akkor még se kezdek, jövő október. Az nálam is egy alap most. Én is eldöntöttem, hogy januárban odafigyelünk mindenre. Újra egészség, eskü. Akkor megint újra egészségessé ítel, stb. Joker, jövő karácsonykor vagy Mikulás lesz, vagy sport. Hát vagy, a vagy az biztos. Vagy Grinch lesz, vagy Mikulás. Figyelj, hízol, még a Yeti lehetsz, vagy olyan szőrös kocsi. Amikor szaladt az erdőbe az a barna Yeti. Tényleg? Nem, Joker, te voltál. Én voltam. Most mi a bajotok ezzel? A férfi a skarbazd meg. Valaki ezt szereti. Fest is fotózták úgy is. Valaki ezt szereti. Na jó, most srácok, szerintem itt hamarosan a végére érünk ennek az egész történetnek. 5-6 makaró 3500 nálunk. Hát úgy van körülbelül. De tényleg drága? A családtagok? Kurva drága, ugye? 50%-kal adom a családnak. De azért drága, azért én drága, mert látod, macerás az egész. Ja, nagyon nagy szívás. Ja. Én azt fogadom, Marcell, nagyon szépen kösz. Lesz hang? És így kérdezték, hogy új tetkó van az ujjadon? Igen, igen, egy mazsola, nem? Aha. Mert most egy nagy mazsola párti lettem. Aha. Én nem szeretem a mazsolát. Nem, hát készült egy kép egyébként, egy festmény. Meg tudjuk mutatni azt vajon? De már megmutattuk. De már kirakod, de várjál, előjössz. De ne vedd le onnan. A kamerát kell odafordítani. A kamerát kell odafordítani. Meg azt az üveget le kéne tenni. Igen, nem tudom, akarjátok látni? Egyébként ki van Facebookon, a felkiáltójel... Csak reméljük nem lesz ilyen, hogy ez a kamera. Felkiáltó jel art, ott meg lehet, meg tudjátok nézni. Nézzük, Kodi menni fog-e. De rá kell fókuszálni. De is tedd már azt az ablakot, lássuk a kamerádnál. Elbúcsúzunk úgyis utána. Az Kodi úgy fogta meg, mint a lapátnyele lenne. A szép a foga. Hát mondjuk jó volt egyébként, de biztos, hogy kell fókuszálni. Na mindegy, ott meg tudjátok nézni, felkiáltó jel art, meg a Facebookon. De nem látszik, csak a foga van, Kodi. Mindjárt jó lesz az. Kacaj, bicaj, aha. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ebben az évben. Igaz, hogy találkozunk még a két ünnep közben, nem tudunk pontosan. Már ide visszafordulhat, Kodi. Mi jó operatőr vagy, Kodi, most nézzünk egy cikk. Ezt tudom nyújtani. Anti, hogy takarja az arcát, nézd. Az jó, megint csak jó. Úgyhogy nagyjából ennyi. Aztán történet csak van. Hogy csak úgy. Visszakerültünk? Visszakerültünk. Csúnya dolog. Na, srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, nagyon boldog karit kívánunk nektek, és nagyon boldog karit kívánunk mindenkinek. Fiúknak, lányoknak, nem lányoknak, nem fiúknak. Igen. Igen, boldog ünnepeket. Meg ilyenek. Találkozunk hamarost. Anti, itt volt egy fontos kérdés. Norbi, köszönjük. Féder vagy Boily? Hát Boily az semmi esetre se. Féder, meg. De az valami teniszező, nem? A Roger Féder erre gondolom. Meg a Boily is. De az most börtönben vagy, vagy az nem? Ez egy Miskolc. Álljatok le. Jó van, köszönjük szépen, Denisza, kösz szépen, szevasztok, srácok, nagyon sziasztok. Boldog karácsony. Így van, mindenkinek nagyon kellemetlen ünnepeket kívánunk innen. Ünnepes kellemeket mindenkinek. Kellemes magömléseket. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Hello. Sziasztok.